Üdvözlök mindenki, Train Simulator 2015. Most indulunk New Yorkból. Már túl is léptük a sebességhatárunkat. Mert csak 15-tel lehet menni, azt láthatjátok. Jó, innen kimegyünk szépen. Ja, hogy alagútba megyünk, azért mutatta így. Ahhoz képest jó sötét van. Na, nyúzzunk bele. 60-nal. Mert ha kiérünk, akkor nem tudom, hogy néz ki ez a vonat. Lassítanom kellett. Lehet sose érünk innen ki. Ugye most semmilyen nézet nem elérhető. Szóval ki kell jutnunk innen. És itt ráfékezek. Kicsit adok neki egy kis tolóerőt, hogy azért haladjunk is. Megint csak csökken. Tehát, hogy domnak felfele megyünk. Húha, ott nagyon le kell vinnem a sebességet 20-ra. Jó lenne mondjuk innen kiérni, mert kezd unalmas lenni. Mindegy, eddig nézzünk körül. Mondjuk ott az ott valami meg van sérülve. Itt van a kezelőpult. Ja, ezt innen az egész HUD-ot el lehet tüntetni. És akkor ezekkel is tudjuk itt irányítani. Ugye ezzel adhatjuk a tolóerőt. Na, talán kiérünk. Ó, yeah, kiérünk. Na, ez az. Na, láthattátok, hogy villog és tud most már, ez is egy új effekt. A fene, lassítás, lassítás. Azt teljesen meg fog állni? Na, nem. Nem. Menj már! Megállunk. Igen, mert totálra ráhúztam a féket. És ezért meg fog állni. Na most. Ö...
Most nem tudom, miért nem megyünk tovább. Egyszerűen hiába húzom fel. Jó. Föltesszük. És nem. Nem tudunk elindulni. Na. Király, mehetünk. Be kellett nyomni ezt a kis piros gombot. Itt ilyen nagyon szépen, finoman lehet csak jönni. Biztos tele van kanyarokkal. Úgy akkor vannak további nézetek. Ez tök jó. Már csak 15-tel szabad menni, hát mi az Isten van? Hova megyünk amúgy? Jó van, jobb oldali nézet és bal oldali nézet, ugye ez itt kell lehet kitekinteni az ablakon. És akkor láthatjuk, mi történik. Kicsit azért még gyorsíthatunk. Na, készen vagyunk. Eljutottunk a célig. Vagyis az még nem biztos, hogy a célhoz jutottunk el, hanem valamit elértünk, vagy valamit megcsináltunk. Ezáltal tetszett neki, ezért kiírta. Vagy valami ilyesmi. Hát itt még van tovább út. Azért meg ne álljunk, haló.
Hogy sziklázik. Bár ezt már, ezt az effektet már régvel lerakhatták volna, mert egyértelműen, ha szimulátorról beszélünk, akkor ennek benne kellene lenni. Jó kis van ez az. Bár itt elég csiga tempót kell diktálni. Szerintem valami állomásra megyünk be. A lószart. Szerintem kikerültünk egy állomást. Itt pedig 60-ra lehet száguldani. Sőt, itt is lehet már 20-szal. Micsoda effekt, figyelitek? Na megint bedöglöttünk, hát de jó. Oké. Hol van a gomb? Na megint 15-tel lehet csak menni. Na azt innen 60-nal, ott még, hát az nem tudom milyen szám. 80? Ne állj meg te! Na, lehet itt már nyomni neki. Onnan meg 60, aztán 80. Aztán jöhetne a 200, hadd száguldozzunk egyet. Domnak lefele megyünk, haló? És 60. Most konkrétan átjöttünk az egyik állomásról a másik állomásra. Valahol a lámpában nem sokat látunk. Barlangba megyünk. Tehát így tök jó. Ott is volt egy bug, meg itt is volt egy bug.
Bár azok csak díszek, ahogy nézem. Ó, nézzétek, már van világítás. De jó. Ó, megvan, hogy minek hol a világítása. Gondolom ez az indító, ez a kettő. Ajaj. Igazat nem tudom mi. Ez itt semmi. Na, közben neki durranunk valaminek. Na most ez aztán mi? Fene se tudja. Mi az a világítás külső? Új gyerekek, beértünk nagyon. Jó, talán meg is állunk. Itt lehet 15-tel menni, úgyhogy haladjunk. Kérdés, hol kell megállni? Ja, itt a vége. És szerintem ennyi. Itt kell megállni, vagyis még lehet mennünk kéne kicsit előbbre. Na, hol vagy? Oké, készen van. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok! Szia! Köszi, hogy megnézted a videót. A leírás mellett lévő megosztás gombra kattintva megjelenik, hogy hol tudod megosztani a videót. Én arra kérlek, hogyha tetszett a videó, akkor légy szíves, oszd meg azokon az oldalokon, amelyiken fent vagy. Illetve, hogyha úgy gondolod, nyomj egy tetsziket és iratkozz fel, hogy a jövőben is értesülj a friss videókról. Köszi a figyelmet, szép napot, szia!